Üdvözlök mindenkit, én Szolikász, mint láthatjátok egy újabb szerepjátékos videó, aminek alkalmával el fogunk készíteni egy első szintű lovag karaktert. Kinek ajánlom a lovag karaktert? Azoknak a játékosoknak, akik szeretnek hősies harcokban részt venni, illetve szeretnék a vezetői szerepet magukra vállalni a csapaton belül. A lovagokat gyerekkoruktól kezdve szigorú rend és szabályok szerint nevelték, hogy a legerősebb és legmasszívabb harcosokká váljanak. Kire, hogyha az ember ránéz, akkor egyetlen szó jut eszébe, az érinthetetlen. Aki a harcban csak egyszer fog ütni, de akkor nagyon. A lovag viszont nem csak a harctéren, hanem az udvari körökben is megállja a helyét, hiszen nemesi rangja miatt rengeteg kedvezményben részesülhet. Olyan ajtók nyílnak ki előtte, ahova a pornép csak álmaiban juthat el. Ezután a kis bevezető után akkor vágjunk bele a karakternek a megalkotásába. Megpróbáltam egy egyszerű és mégis könnyű karaktert létrehozni egy olyan játékos számára, aki még csak most ismerkedik meg a szerepjátékoknak a világával. Úgyhogy mondhatni kezdőbaráttá tettem ezt a lovag karaktert, szóval ezt tényleg a kezdőjátékos is, sőt még a veterán is könnyedén el tudja irányítani. Illetve szerettem volna érzékeltetni, hogy a harcokban te leszel az, aki a leglassabb leszel, viszont te csak egyszer fogsz odaütni, de akkor viszont valaki biztosan a földön fog maradni. Illetve, hogy hiába is találnak el téged, olyan nagy, robosztus, masszív emberke vagy, illetve olyan páncélzatokkal rendelkezel, hogy minden egyes ütésnek a jó nagy százaléka úgy, hogy van, lepattan rólad. És itt az elején elmondanám, hogy amit itt létrehoztam karaktert, ez nincsen kőbevésve, tehát hogyha valaki szeretné átalakítani, az nyugodtan ott és úgy alakítod át, ahogy te szeretnéd, ahogy neked kényelmesebb. Nos, az elején akkor foglalkozni fogunk a karakteralkotó pontok és a kapnak az elosztásával, a hátterekkel fogunk, majd aztán rátérünk a harcértékekre, aztán majd rátérünk a képzettségekre, végül pedig a felszereléssel fogjuk zárni eme kis videót. Szóval minden karakter, ugye minden egyes játékos kap 50 darab karakteralkotó pontot, amiből fel kell venned ugye kötelezően a kasztodat. Na most mivel te lovag karaktert szeretnél létrehozni, ezért a lovag karakternek 6 darab karakteralkotó pontot kell kifizetni, mivel a lovag kaszt az 6 karakteralkotó pontba kerül. Ezen kívül, mivel én emberfajút hozok létre, ezért 0 karakteralkotó pontba kerül, viszont hogyha te teljesen más fajút, tehát elfet, orkot, törpét, ki tudja milyen fajú lovagot szeretnél hozni, az egyetlen egy karakteralkotó pontba kerül, de én most embert hozok létre. Illetve a lovagnak még van egy különleges képessége, hogy ő ingyen megkapja a nemesi vér hátteret. Hogy mi ez a nemesi vér háttér, ez gyorsan, röviden, a szociális képzettségeket könnyebben tudod te majd megtanulni. Úgyhogy nagyjából így ennyi. Illetve még a különleges képessége ennek a lovagi kasznak, hogy mivel 6 darab karakteralkotó pontba kerül, ezért 3 hatoldalú kockával kell kidobnod, hogy mennyi pénzzel kezdesz, tehát 3 hatoldalú kocka fogja eldönteni, hogy mennyi arannyal fog indulni a lovag karaktered, plusz ingyen megkapod a saját felszerelésedet, amiben beletartozik a fegyvered, a páncélzatod, esetlegesen a pajzsod, a lovad és minden egyéb ilyen kis dolog. Úgyhogy azokat nem kell kifizetned. Nos, ezek után ugye 44 karakteralkotó pontunk maradt, amiből fel kell vennünk a harcértékmódosítónkat, a képzettségpontjainkat, illetve a fájdalompontjainkat. Na most én úgy döntöttem, hogy a lehető legtöbb karakteralkotó pontot a harcértékmódosítóba pakoltam bele, így jön ki az, hogy 34 darab karakteralkotó pontot elköltöttem harcértékmódosítóra, így 17 darab harcértékmódosítót kap a mi kis lovagunk, mivel minden egyes
harcérték módosító 2 darab karakteralkotó pontba kerül. Ezen kívül pedig a maradék 10 pontot úgy osztottam el, hogy 5-5 fájdalompontra, 5-5 pedig képzettségpontra raktam rá, így mindegyes karakteralkotó pont 1 darab fájdalompontot ad, mindegyes karakteralkotó pont pedig egyetlen képzettségpontot ad. No, ugorjunk is akkor a tulajdonságokra. Minden egyes karakternek 10 darab tulajdonsága van, amik között 135 pontot kell elosztani úgy, ahogy te szeretnéd. Természetesen azt figyelembe kell venni, hogy egyes ugye a legrosszabb, a 20-as pedig a legjobb, viszont mivel ember karaktert hoztunk létre, ezért nem a 20-as a maximum, hanem csak a 18-as. Tehát 18-nál magasabbra nem lehet felhúzni egyetlen tulajdonságodat sem. De nem kell aggódni, mert egyik tulajdonságunk se 18-as, illetve úgy hoztam létre ezt a 10 darab tulajdonságot, hogy majd későbbiekben is nagyon-nagyon jó legyen, és hogy érzékeltessem, hogy lovak karakterrel vagy. Úgyhogy nézzük akkor a tulajdonságaidat. Az erő jelen pillanatban 15-ös, gyorsaságot 14, ügyességet 14, állóképességet 14, egészség 14, karizma 13, intelligencia 13, akaraterő 13, aszrá 13 és érzékelés 12. Ebből is ugye látszik, hogy nagyjából úgy próbáltam gondolkodni, hogy mindenben egy picit azért tök jó vagy. Egyedül talán az erő legyen az, ami magasabb legyen, mert hát azért egyszer csapjál oda, de akkor az ellenfél az maradjon is a földön. És úgy voltam bele, hogy szerintem egy lovagnak az érzékelése, az észlelése az, ami annyira, hát nem kimagasló, vagy inkább az legyen a leggyengébb, mivel hát, hogyha mondjuk páncélba vagy, sisakba vagy, és hasonlók, hát az eléggé korlátozott az észrevételed, vagy hát ugye így a látószög, meg minden egyéb. No, hát akkor ugorjunk is akkor a harcértékekre és az életerőre. Nos, minden egyes karakter, amikor harcolni megy, akkor 4 darab statisztikát kell ugye figyelembe venni. Van a kezdeményező érték, a támadó érték, a védő érték és a célzó érték. A kezdeményező értéket abban segít, hogy a adott szituációban, tehát harci szituációkat úgy kell elképzelni, hogy körökre osztott a játék, tehát akinek nagyobb a kezdeményezője, ő fog első cselekedni, akinek a második legnagyobb, az ő másodikra, és akkor harmadik, és így szépen tovább. Na most, mivel lovagok vagyunk, úgy voltam vele, hogy a kezdeményező érték lesz szerintem úgymond a legalacsonyabb, ami nem teljesen igaz, mert a célzó érték lesz a legalacsonyabb, mert hát lovagként nem fogunk azért célba dobálni, de szerintem a kezdeményező érték az, ami talán annyira nem fontos egy kicsit a lovagnál. Aztán van nekünk a támadó értékünk, ami abban segít ugye, hogy minél magasabb ez az érték, annál biztosabb, hogy az ellenfelet eltalálod. Van nekünk a védő értékünk, ami viszont az ellentétje ennek a dolognak, hogyha az ellenfél támad minket, akkor minél nagyobb a védő értékünk, annál nagyobb a valószínűsége, hogy ő nem fog minket eltalálni és nem fogunk sebződni. A célzó érték pedig abban segít, hogyha mondjuk valami távolsági fegyverrel szeretnénk bizonyos célpontot eltalálni, akkor minél nagyobb ez az érték, annál könnyebben sikerül ezt kivitelezni. Ezen kívül van még nekünk harcérték módosítunk, tehát ugye 17 darab harcérték módosítót vettünk ugye karakteralkotó pontból, és ezt a 17 pontot az felsorolt 4 darab érték között úgy osztjuk el, ahogy mi szeretnénk. De akkor menjünk akkor szépen sorba. Az első ugye a kezdeményező érték. A kezdeményező érték hogy is áll össze? Az nem más, mint a gyorsaságunk, illetve az érzékelésünknek a teljes összege. Tehát a gyorsaságunk az 14-es, az érzékelésünk pedig 12-es, hogyha ezt a kettőt összeadjuk, akkor az ugye 26. Plusz, én ahomandó vagyok, hogy harcérték módosítónkból 2 pontot még rakjunk rá, így lesz jelen pillanatban ugye 28-as. A támadó értékünk, hogy miből áll össze, az a gyorsaságunk, az ügyességünk és az erőnknek az összege, hogyha ezeket mind összeadjuk, kapunk egy szép, jó nagy számot, illetve én úgy voltam vele, hogy rakjunk rá az eléggé sok harcérték módosítót. Úgyhogy én rápakoltam még 8-at, úgyhogy így összeadva az egész mindenséget kijön az, hogy 51-es a támadó értékünk. A védő értékünk pedig a gyorsaságunk és az ügyességünknek az összege, plusz egy 60-as, minden egyes karakternek alapból 60-as a védő értéke, plusz ugye a ráfordított harcérték módosító, amivel én még 7 pontot még rá fogok még pakolni. Így jön ki az, hogyha ezeket mind-mind összeadjuk, akkor 95-ös lesz a védelmi értékünk. A célzó érték pedig az ügyességünk és az érzékelésünknek a teljes összege, ami, hogyha összeadunk, akkor röviden 26-os célzó értékünk van, de mivel lovagot fogunk irányítani, a lovagok nem túl valószínű, hogy dobálóznak, illetve íjászkodnának. Természetesen van olyan lovag, aki tud íjászkodni, ez nem azt jelenti, hanem inkább arra szeretnék ugye kiukadni, hogy inkább te közelharci vagy, frontvonalba vagy, előre állsz, ütsz, vágsz, amputálsz.
Következő az nem más, mint az életerőpont és a fájdalompontunk. Életerőpontunk az egyetlen statisztikából, vagy egyetlen tulajdonságból származtatik, az nem más, mint az egészségünk. És mivel nekünk jó nagy egészségünk van, ezért láthatjátok, hogy az egészségünk az gyakorlatilag megegyezik az életerőpontunkkal. Tehát mivel 14-es egészségünk van, ezért 14 darab életerőpontunk van. Fájdalompont következik. A fájdalompont az nem más, mint az állóképességed és az akaraterődnek a teljes összege, plusz, hogyha a karakteralkotó pontból ugye vettünk fájdalompontokat, akkor ezeket mind összeadva kapunk egy szép nagyot. Jelen pillanatban 32 darab fájdalompontunk van. Na most mi a különbség az életerőpont és a fájdalompont között? Nekünk lovakként alap esetben van egy 95-ös védelmi értékük. Hogyha valaki 1-től 94-ig ránk ütött, vagy ránk támadott egy értéket, akkor az azt jelenti, hogy az ő támadása nem elegendő, tehát nem talált el minket. Ha 95-öt megütötte a támadó értékével, akkor eltalált minket, és amikor sebez az adott fegyverével, akkor mi fájdalompontot fogunk elszenvedni, és azt a fájdalompontunkból le kell vonni. Ha a fájdalompontjaink nullára csökkennek le, akkor a karakterünk nem hal meg, hanem elájul. És onnantól kezdve nem tudjuk tovább irányítani, mindaddig, ameddig valamilyen okból kifolyólag fel nem ébred. Na de, hogyha a karaktert nem 95 ponttal ütötték meg, hanem 145 vagy annál nagyobb értékű támadás érte őt, akkor az már nem csak fájdalompontot fog sebezni, hanem életerőpontot is. Tehát lehet látni, hogy gyakorlatilag a védelmi értékünk plusz 50, nál hogyha még túl is ütnek, az azt jelenti a túlütés, akkor kapunk életerőpontos mínuszt. És hogyha az életerőpontjaink nullára esnek, akkor viszont onnantól kezdve már nincs visszaút, a karakter végérvényesen meghal. Nos, a következő két dolog az a psi és a mana. Hát mivel a lovagnak alapesetben nincsen mágia érzékenysége, illetve nincsen psi érzékenysége, tehát ő nem tud varázsolgatni, illetve nem tud különféle humbukokat létrehozni, ezért ezeket a dolgokat én most ki is húztam, és nem is vettem föl vele semmi olyan képzettséget, vagy semmi olyan hátteret, hogy később ebben tudjon varázsolgatni. Te egy masszív tank karakter vagy, aki nem varázsol, hanem odaállsz előre, és üssetek címmel. No de, viszont a mágia részlegnél ugye minden egyes karakternek azért van mágia ellenállása, van az asztrális mágia ellenállás, illetve van a mentális mágia ellenállás, az egyik az AME, a másik pedig az MME. Ezek mit tudnak? Az asztrális az azt jelenti, hogy olyan varázslat elleni védő értéked, ami az érzelmeidet befolyásolná, a mentális pedig egy olyan varázslat elleni védő értéked, ami a tudatodat befolyásolná. Tehát, hogyha például van mondjuk egy gonosz varázsló ellenetek, és ő mondjuk varázsol egy félelemkeltés varázslatot. Ha annak a varázslatnak az ereje nagyobb, mint a te asztrális ellenállásod, akkor azt a varázslatot a karaktered érezni fogja, onnantól kezdve félelem hatása alatt fog cselekedni. Ha ez a varázslat gyengébb, mint az asztrális ellenállásod, akkor az a varázslat nem jön rajtad létre, úgyhogy a varázsló úgy, ahogy van, megszívta. Mentálisnál pedig ugyanez a helyzet, hogyha mondjuk ez a varázsló szeretné a tudatodat irányítani, vagy mondjuk a testedet szeretné irányítani, ugyanez a helyzet, hogyha nagyobb az a varázslat, mint a te ellenállásod, akkor átveszi a tested fölötti irányítás, és onnantól kezdve nem te irányítasz. Ha viszont alacsonyabb ennek a támadása, akkor nem hatott rád a varázslat, úgyhogy a varázsló megint csak megszívta. Na de miben jönnek ezek az értékek? Az asztrális mág ellenállásod nem más, mint az asztrálodnak a teljes értéke plusz 1. A mentális mág ellenállásod pedig nem más, mint az akaraterődnek a teljes értéke plusz 1. Így jön ki az, hogy mind a kettő jelen pillanatban a lovagunknál 14-es értékű. No, ide a harcértékekhez még vissza fogunk amúgy jönni, mert most fognak érkezni a képzettségek, és a képzettségekből fog majd származtatni egy-két bónusz, illetve negatívum a karakternél. Úgyhogy ide a harcértékekhez majd még a legeslegvégén még vissza fogunk térni, de akkor most ugorjunk rá a képzettségekre. Nos, minden egyes karakter kasztjából adódóan rendelkezik bizonyos képzettségekkel, bizonyos fokon ingyen és bérmentve az első szinten is. Lovak karakterként igazából nincsen túl sok képzettséged, amik vannak azok is igazából harci, illetve úgymond az udvari etikett, illetve az udvari körökben való jártasságodat fog erősíteni. Tehát ha azt nézzük, akkor végül is te egy világi személy vagy.
képzettséged is igazából erre hivatottak, illetve a képzettségekről mit kell még tudni, mindegyes képzettségnek 5 darab foka van, ahol az 1-es a, úgymond a leggyengébb, vagy inkább mondjuk úgy, hogy az a kezdőszint, az 5. pedig az a legnagyobb mesterszint, tehát onnan az fölött igazából már nincsen semmi. Na de ugye vannak nekünk ugye képzettségeink, viszont vannak képzettségpontjaink is, és a képzettségpontokból lehet szépen vásárolgatni esetlegesen új képzettségeket, vagy a meglévőket lehet ugye erősíteni, tehát vannak bizonyos képzettségek, amik bizonyos fokon megvannak, viszont hogyha szeretnénk őket erősíteni magasabb fokra, és több bónuszt adjanak nekünk, akkor képzettségpontokba kerülnek ezek a dolgok, és azokat kell kifizetni. Viszont vannak olyan képzettségeink a lovagnál, amik előnyös képzettség. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy vannak olyan képzettségek, amiket a lovag könnyebben megtanul, mint mondjuk egy másik karakter. Teszem azt például, a lovag könnyebben tud fegyverhasználatot tanulni, ez azt jelenti, hogy olcsóbban tudja megvásárolni, mint például egy varázsló, ami teljes mértékben logikus, mert a lovag gyerekkora óta ugye a lovagi rendet és szabályt ugye tanulja, és ugye a vívást és a kardpárbajt. Még egy varázsló igazából bent van a mágustoronyban, a könyvtárban, és folyamatosan csak könyveket, illetve hát lényegében órákra jár, és a mozaik mágiát és a többit ugye gyakorolgatja. Tehát, hogyha ő neki úgymond a szabad idejét rá akarja áldozni arra, hogy ő még fegyverhasználatot is tanuljon, akkor neki hát ugye sokkal több mindent kell rááldozni, vagy sokkal több szabadságot, sokkal több képzettségpontot kell rááldozni, mint például egy lovagnak. No de, mik ezek az előnyös képzettségek a lovagnál? Ezek nem mások, mint az állatismeret, az élettan, az esés, fájdalomtűrés, fegyverhasználat, fegyverismeret, hadvezetés, harctéri gyakorlat, heraldika, írásolvasás, kultúra, lélektan, lovaglás, művészetek, ezen belül a rajz, nyelvtudás, pajzshasználat, párbaj, számtan avagy mértan, taktika, térképészet, történelem, udvari etikett és vértviselet. Ezen kívül pedig, mivel mindegyes lovag általában egy rendhez csatlakozik, ezen vannak olyan rendek, ahol még bónusz képzettségeket is adhatnak, vagyis inkább fogalmazunk úgy, hogy bónusz előnyös képzettségeket adhatnak, de ebbe most annyira nem mennék bele, mert a mágusnak a világába ahány lovag, szinte annyi rend van, úgyhogy ezt mindig amúgy a mesélővel kell egyeztetni, hogy még mik azok az előnyös képzettségek, amiket a saját rended, amihez csatlakoztál, adhat még neked bónuszba. Nos, most, hogy akkor ezekkel megvagyunk, akkor haladjunk szépen sorba. Az első képzettség, amit te ingyen megkapsz, az a fegyverhasználat 3. foka. Ezen kívül még kapsz még egyet, ami nem más, mint a fegyverhasználat 2. foka. Mindjárt mondom, hogy akkor a kettő között mi a különbség. Szóval a mágusnak a világában, hogyha valaki valamilyen fegyverhez hozzá akar nyúlni, akkor végülis persze megteheti, viszont hogyha nincsen hozzá fegyverhasználat képzettséged, akkor eléggé súlyos mínusz büntetésekkel kell utána harcolnod. Viszont nekünk ugye lovakként van egy fegyverhasználatunk 3. fokon, illetve van egy fegyverhasználatunk 2. fokon, és el is felejtettem, van még egy fegyverhasználatunk 2. fokon. Nos, ez mit is csinál? Gyakorlatilag arról van szó, hogy az első fokon, hogyha elkezdesz ugye tanulgatni egy fegyvert, akkor oké, hozzáérhetsz és ugye csinálgathatod a dolgokat, de még nem kapod meg a bónuszait. Második fokon, hogyha megvan ez a képzettséged, akkor már megkapod a fegyverednek a bónuszait, illetve nem kapod meg a mínusz módosítókat ebből fogadóan. Harmadik fokon pedig a fegyvered bónusz értékekkel fog rendelkezni, tehát kap kezdeményező, támadót és védőértéket is bónuszba, illetve innentől kezdve harmadik fokon képes vagy lefegyverezni, fegyvert törni, ha az adott fegyvered ugye erre képes. Illetve, hogyha a fegyvered rendelkezik páncél átütő képességgel, akkor onnantól kezdve, harmadik foktól kezdve ezt is tudod alkalmazni. Illetve nem sújtanak igazából a méret kategóriából eredő negatívumok, vagyis inkább fogalmazzunk úgy, hogy harmadik fokon, ha van egy fegyvered, akkor nem csak a saját méret kategóriádon belül kapod meg a bónuszaidat, hanem az egyel magasabb lévő kategóriában is megkapod a bónuszaidat. Viszont már most lelőném itt a point, hogy harmadik fokú fegyverhasználatnak én lovakként felvettem egy alabárd nevezetű fegyvert, a második fokú fegyverhasználatoknál pedig felvettem egy buzogányt, illetve egy kardot. Na most mit kell ezekről a fegyverekről tudni, illetve mi az a méret kategória? Méret kategórián belül megkülönböztetünk 5 darab méret kategóriát, ahol az 1-es az ökleid, a 2-es a tőr, a 3-as az egykezes kardok, a 4 a kétkezes kardok, vagy kétkezes fegyverek, az 5. pedig a nyeles fegyverek kategóriájába sorolható.
Mit kell ezekről tudni? Tételezzük fel, harmadik fokon vagy valamilyen fegyvere, például egy egykezes karddal. Hogy harmadik fokon forgatsz egy egykezes kardot, akkor a saját méret kategóriád, ami a harmadik méret kategória, azokon belül lévő összes fegyverrel szemben megkapod a bónuszaidat, a fegyvernek a bónuszait is. Plusz megkapod az egyel magasabb lévő kategóriába is, ami ugye a kétkezes fegyvereknek a kategóriája, tehát azok ellen fel tudod venni a versenyt. Viszont az ötödik méret kategóriába eső fegyverek, amik a nyeles fegyverek, az ellen te már egykezes fegyverrel nem tud felvenni a versenyt, harmadik fokú fegyver használat képzettséggel. Ami igazából mit jelent? Azt jelenti, hogyha az ellenfeled egy nyeles fegyverre jön, te pedig egy karddal mész ellene, akkor ő megkapja a bónuszait a fegyvernek, viszont te nem kapod meg. Tehát a lényeg, hogy neked nehezebb a szituáció egy nyeles fegyver ellen. Viszont fordítsuk meg az egészet, mert ugye lovagokkal vagyunk, és az alabárd az egy nyeles fegyver kategóriába tartozik, és mivel 5. méret kategóriába tartozik ez a fegyver, innentől kezdve neked nem kell foglalkoznod semmivel sem, mert te mindig meg fogod kapni a fegyvered által kapott értékeket, bónuszokat, mindent. Cserébe azt kell tudni, hogy az alabárd egy eléggé lassú fegyver, tehát egyszer fogsz vele ütni, de ahogy egyszer eltaláltál vele valakit, akkor az földön fog maradni. Illetve még akkor itt beszélnék arról, hogy minden egyes képzettségnek ugye vannak tulajdonság követelményei, a fegyverhasználatnak is van, például a fegyverhasználatnak 4 darab tulajdonság követelménye van, az erő, a gyorsaság, az ügyesség és az érzékelés. Nos, mivel a harmadik fokon van nekünk ez az alabárdunk, és alapból megkapja ezt a karakter, innentől kezdve én amondó vagyok, hogy ezt ne is húzzátok tovább, vagy hát én igazából nem húznám tovább, és nem is költenék rá képzettségpontot, mert eléggé nagy értékekkel rendelkezik, még kap egy kis bónuszt is, illetve hát hogyha negyedik fokúra szeretnénk felemelni, az csak úgy tehetnénk meg, hogyha meg lenne 14-es a gyorsaságunk, az ügyességünk, az erőnk és az érzékelésünk, de emlékezzetek vissza, az érzékelésünk az pont, hogy 12-es, úgyhogy csak akkor lehetne ezt megcsinálni, hogyha az érzékelés valamilyen úton, módon fel tudnánk emelni 14-es szintűre. Nos, a következő képzettséged az nem más, mint a fegyver ismeret képzettség, ezt második fokon tudja a lovag. Mire is képes ez? Gyakorlatilag itt második fokon annyit csinál, hogy a saját kultúrkörödnek a fegyverzeteit, azokat mind ismered és felismered őket, illetve, hogyha mondjuk elmész kereskedőhöz és mondjuk, vagy elmész kovácshoz, mondjuk, hogy kovácsoltassa meg, vagy élezze meg, vagy javítsa meg a fegyveredet, és mondjuk egy pár nappal később visszamész, akkor a fegyverismeret 2-vel, hogyha megdobod a tulajdonság próbádat, akkor észreveheted, hogy most ezt tényleg megcsinálta a kovács, vagy csak tett rá valami kis csillövilli, akármicsodát, tehát hogy igazából ki akar-e veled cseszni, vagy nem akar veled kicseszni. Gyakorlatilag a fegyverismeret erre hivatott, illetve arra, hogy tényleg a saját kultúrkörödön belül felismered a fegyvereket, de mondjuk, hogyha látsz egy maraszekort, akkor tényleg csak az van, hogy azt látod, hogy ez egy ívelt pengelyű kard. Pedig nem az. A következő képzettséged az nem más, mint a harctéri gyakorlat. Mit is csinál ez a képzettség, amit második fokon tud a lovagunk? Szóval ez a képzettség annyiban segít neked, hogy nem csak a párbaj termekben, illetve vívó termekben harcolt a karaktered, hanem már kint úgymond a szabad ég alatt, illetve az utcákon is harcolhatott. És így a karakter már tudja, hogy vannak olyan helyzetek, mint például amikor esik az eső, hogy csúszik a föld alattad, vagy a padló alattad, illetve hogyha mondjuk fúj a szél, akkor az ugye a szemedbe fújhatja a port, meg minden egyéb dolgokat, és ugye ezek ugye hátráltathatnak téged. De harcszéli gyakorlattal már hozzá van szokva a karakter, vagy hát a lovagod most már hozzá van szokva ezekhez a dolgokhoz, és ismeri őket, és esetlegesen ki is tudja őket használni. Szóval a lényeg, hogy második fokon ez a képzettség abban segít, hogyha tényleg például teszem azt, esik az eső, és mondjuk csúszós padlón, vagy csúszós talajon kellene neked harcolni, akkor egy tulajdonság próbával ezt semmisé tudod tenni, mert teszem azt, hogyha csúszós a padló, akkor lehet, hogy a mesélő azt mondja, hogy mínusz módosítót ad minden egyes harci értékedre mínusz 10-zel. De hogyha harctéri gyakorlatnál megdobod a tulajdonság próbádat, akkor lehetséges, hogy az adott körben te ezeket a negatívumokat nem fogod elszenvedni, mivel ugye hozzá van szokva a karaktered. Tehát gyakorlatilag a harctéri gyakorlatnak a második foka az ebben segít, hogy ezeket a negatív módosítókat figyelmen kívül tudod hagyni, ha sikerül megdobni a próbádat.
Nos, és elérkeztünk akkor az egyik legfontosabb képzettségethez, amire én szerintem nagyon-nagyon érdemes rápakolni a képzettség pontjaidat. Nos, akkor itt meg is állunk, és akkor nézzük azt, hogy a vértviselet nevezetű képzettséget hogy tudtam én 5. fokra fölemelni, és ugye oda is van írva, hogy 18 darab képzettség pontba került. Ez hogy is működött így a gyakorlatban? Hát kapásból ott kezdődik az egész, hogy nekünk ugye karakteralkotó pontból annó ugye vettünk 5 darab képzettségpontot. Ez eddig tiszta sör, ugye? Tehát igazából van 5 képzettségpontunk, de akkor honnan jön a maradék 13? Hát a maradék 13 az nem más, mint az intelligenciánkból. Tehát mindegyes karakternek annyi képzettségpontja van első szinten, amennyi az intelligenciája, plusz amennyit karakteralkotó pontból összeszedett. Így van nekünk összesen 18 darab képzettségpontunk, és ezt a 18 képzettségpontot én mind belenyomtam a vértviseletbe, hogy meglegyen 5. fokon. Na de ez hogy is sikerült? Nos, alapból a lovag ugye 3. fokon ingyen is bérmentve megkapja első szinten a vértviseletet. Na most ahhoz, hogy 3-ról 4. fokra felemelhessük a képzettségünket, ahhoz ki kell fizetnünk egy bizonyos képzettségpontot. A vértviseletnek a 3. foka az 10 darab képzettségpontot ér, a 4. foka pedig 20-at. Viszont emlékezzünk arra vissza, hogy a vértviselet az előnyös képzettség a lovag nevezetű karakternek. Ez annyit akar, hogy a képzettség ugrás 3-ról 4. fokra az 2 képzettségponttal olcsóbban történik meg. Nos, ahhoz, hogy a 3-ról 4. fokra fel tudjunk ugorni, a 3. fokunk 10 darab képzettségpontba került, a 4. fok pedig 20 darab képzettségpontot ér, a kettő közti különbség pedig 10, tehát gyakorlatilag nekünk a 10 darab képzettségpontot kellene kifizetni, de nem kell nekünk mind a 10-et kifizetni, mert ugye előnyös képzettség, ezért 2-vel olcsóbb, ezért 3-ról 4-re 8 képzettségpontba került. Viszont 4-ről 5. fokra való ugrás, nál ugye az van, hogy 4. fokunk ugye az 20 darab képzettségpontot ér, az 5. fok pedig 30-at ér, viszont itt már nem érvényesül az előnyös képzettség, mert az előnyös képzettség csak az első 4 fok között érvényesül. Tehát 4-ről 5. fokra már nem kapod meg te sem az olcsóságot úgymond, az előnyösségedet, ezért ott a kettő közti különbséget már ki kell fizetni, tehát 20-ról 30-ra fel tudjunk ugrani, 10 darab képzettségpontot kellett kifizetni. Tehát, hogyha összefoglalom, akkor 3. fokról 5. fokra 20 képzettségpontba került volna, de mivel előnyös képzettség volt 3-ról 4-re, ezért 2-vel olcsóbb volt, így 18 darab képzettségpontért fel is tudtunk ugorni 5. fokra a vértviseletben. És ez még mit akar, vagy ez még mit ad nekünk bónuszba? Ha valamelyik képzettséggel elérted a 4. fokot, akkor a hozzátartozó tulajdonságokat növelheti, persze úgy kell ezt értelmezni, hogy csak az egyiket növelheti meg. Mivel a vértviseletnél egyetlen egy tulajdonságod az, ami kihatással van erre a képzettségedre, az az erőd, ezért itt nem is kell választani, ezért az van, hogy mindenképpen az erőd fog egy ponttal megnövekedni, ami kihatással lesz az összes többi statisztikádra is. És ugye logikus is, miért? Mert ugye a gyermekkorodat, illetve hát a szabadidődet mind-mind arra használtad fel, hogy a vértet hordod folyamatosan, és annyira sokszor volt rajtad a vért, hogy gyakorlatilag a tested megerősödött, és sokkal könnyebben elbírod ezt a vértet, így ez kihatással van a tulajdonságodra is, ami nem más, mint az erő. Na de, mire képesek ugye a vértek? Hát az egy dolog, hogy magadra veszed, de ezeknek a vérteknek kettő fajta statisztikája van. Az egyik az nem más, mint a mozgásgátló tényező, a másik pedig a sebzésfelfogó érték. Mi az a mozgásgátló tényező? Minden egyes vértnek ugye súlyából adódóan van egy bizonyos mozgási gátló tényezője, ez ugye az MGT. Tehát, hogyha te magadra veszel egy 30 kg-nyi páncélt, ugye nem vagy te hozzászokva, és az egy kicsit ugye lekorlátoz, lelassít, kicsit ügyetlenebb vagy, és hát, na, értitek. És ezek a mozgásgátló tényezők, hát ugye minél vaskosabb egy páncél, minél nagyobb egy páncél, egyre nagyobbak ezek az értékek. Én úgy voltam vele, hogy jó, legyen akkor a mi lovunknak egy félvértezete, aminek azért eléggé magas mozgásgátló tényezője van, viszont hogyha 5. fokon megvan nekünk ez a képzettség, akkor azt csinálja, hogy ezeket a mozgásgátló tényezőket lecsökkenti. Majd mindjárt is mondom, hogy mennyivel csökkenti le, de ugorjunk át a sebzés felfogó értékre, vagyis az SFA-re. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy minden egyes páncélnak ugye van sebzés felfogó értéke. Tehát, hogyha téged eltalálnak, tételezzük fel, és jön mondjuk a sebzés, akkor ez azt jelenti, hogy az ellenfél dob a kockával valamennyit.
És hogyha nincsen rajtad vért, akkor azt a sebzést a karaktered fogja elszenvedni, vagy fájdalompontra, vagy életerőpontra, az attól ugye függ, hogy mekkorát ütött rád. Viszont, ha van rajtad vért, és van neki sebzésfelfogó értéke, ez annyit takar, hogy amikor jön a támadás, dobott egy értéket, akkor azt nem a karaktered fogja elszenvedni, hanem elsősorban a páncélod. És a páncélodon lévő sebzésfelfogó érték először is felfogja azt a mennyiségű sebzést, amennyit támadott az ellenfelünk, és hogyha még maradt ezen kívül pont, akkor az azt jelenti, hogy azt viszont már a karakter fogja elszenvedni. Tehát, hogy matematikailag is nézzük, a fél vértezetnek az MGT-je alapból 4-es, az SFA-je pedig 5-ös. Tehát, hogyha te magadra veszed ezt a fél vértezetedért, és nincsen vértviselet képzettséged, akkor, vagy hát harmadik fokon van a vérviselet képzettséged, akkor annyi történik, hogy a mozgásgátló tényező, ami 4-es, az levonódik a gyorsaságodból, az ügyességedből, és az állóképességedből is. Tehát, hogy emlékezzetek vissza, gyorságunk, ügyességünk, állóképességünk is mind 14-es, tehát lecsökkenne úgy, ahogy van, mindegyik 10-esre. Viszont a sebzés felfogó értéke meg 5-ös. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogyha mondjuk jön egy ellenfél, és mondjuk egy tör van a kezébe, ami egy hatoldalú kockával sebez. Tehát matematikailag annyi a lényeg, hogy 1-től 6-ig sebezhet azzal a törrel. Ha ez a támadás 1, 2, 3, 4, 5, akkor ugye a sebzés felfogó értéket ez ellen fel fog lépni, tehát azt nézzük, akkor a páncélod úgy, ahogy van, felfogja ezeket a sebzéseket, és te nem is sérülsz. Ha viszont sikerül neki mondjuk 6-ot sebeznie rajtad, akkor ugye az első 5-öt az felfogja, azt az egyetlen egy darab kis sebzéspontot pedig te szenveded el. Na de, mit csinál akkor ugye a vértviselet 5. foka, mert ugye mondtam, hogy azért ad neked bónuszokat. Figyelgess csak! Egyik az, hogy 5. fokú vértviseletnél a mozgásgátló tényezőt lecsökkenti mínusz 3-mal a nehéz vértezeteknél. Mivel ugye félvértezetet választottam, ezért az azt jelenti, hogy a félvértezetünknek az MGT-je, tehát a mozgásgátló tényezője nem 4-es lesz, hanem csak 1-es, úgyhogy csak 1 pontot fogunk elszenvedni a gyorsaságból, ügyességből és az állóképességünkből. Viszont a sebzés felfogó értékünk ugye 5-ös volt alapesetben a félvértezetnél, de mivel 5. fokon vagyunk, bónusz 3 darab sebzés felfogó értékkel fog rendelkezni a vértezetünk. Ami annyit akar, hogy innentől kezdve a mozgásgátló tényezünk 1, a sebzés felfogó értékünk pedig 8. És hogyha így belegondolunk, ha törrel is jönnek szembe velünk, tök mindegy, hogy mekkorát ütnek, tök mindegy, hogy mekkorát sebeznek, mert 1-től 6-ig tud sebezni, neked meg van 8 sebzésfelfogó értéked, úgyhogy esélytelen, hogy hozzád érjenek törrel. Nos, a következő képzettségünk az nem más, mint az állatismeret, ezt második fokon tudja a lovagunk, és ugye ezen belül zárja be a hátasok, azon belül is a lovakról van szó. Mit tud ez a képzettség? Hát ezen a szinten, második fokon igazából most már behatóan ismered a lovakat, úgyhogy igazából ismeri a karaktered, hogy mit csinál a ló, milyen az életvitele, mit eszik, mire van szüksége, úgyhogy röviden, második fokú állatismerettel el tudod látni a saját lovadat. A következő képzettség ugye ennek a testvére, ugye az a lovaglás képzettség, amit szintén harmadik fokon ismer a karakterünk. Hát ugye lovagok vagyunk, tehát ugye érdemes, tehát mégis logikus, hogy van lovaglás képzettségünk. Na de ugye mire is jó ez? Ha első fokon van meg a lovaglás, akkor föl tudsz már ülni a lóra, és tudsz vele dolgokat csinálni, de hát nekünk ugye harmadik fokon van, úgyhogy gyakorlatilag ugorjunk is rá arra. Harmadik fokon képes vagy irányítani a lovadat, és tudsz vele harcolni is, vagyis inkább fogalmazzunk úgy, hogy a harc mozgó lóról, illetve a harc lóról bónuszokat meg fogod innentől kezdve kapni, illetve zárjelben mondanám, hogyha ijászkodnánk, akkor innentől kezdve tudnánk íjászkodni a lovon is. Nos, a következő képzettségünk az nem más, mint a heraldika. Ez mit is csinál? Gyakorlatilag a címertan, vagy inkább fogalmazzunk úgy, hogy a különböző jelek, címerek, illetve tetolválásoknak az ismeretét segíti ez a képzettség. És mivel nekünk ez második fokon van meg, ez annyit takar, hogyha a tulajdonság próbádat ugye sikerült megdobni, akkor az adott címerről, vagy az adott jelről, vagy az adott tetoválásról ugye saját kultúrkörödön belül, tehát igazából a saját országaidnak a címereit, illetve a tetoválásait, esetlegesen jeleit, azokat felismerheted, és hogyha meg sikerült dobni a tulajdonságodat, akkor tudsz róluk információkat,
adni, illetve hát végülis rá tudsz jönni igen arra, hogy ez a címer, vagy ez a hely, ahova ti be akartok menni, és ez a jelzés van mondjuk az ajtóra ráfestve, ez most jó vagy rossz. A következő képzettség pedig nem más, mint a párbaj, ezt második fokon tudja a lovag. Mire is jó ez igazából? A második fokon már képes vagy lovagi tornákon részt venni, és nagyjából annyi a lényege, hogy második fokon ismered a szabályokat, tudod, hogy mit lehet tenni, mit nem lehet tenni, és igazából akaratodon kívül soha nem vétesz a szabályok ellen. Illetve, hát hogyha lovagi tornán veszel részt, akkor, és mondjuk másokat akarsz segíteni, vagy esetleg kérdezősködnek, hogy most ez szabályos volt, vagy nem volt szabályos, akkor igazából te ezt már meg tudod mondani. Tehát igazából, hogyha lovagi tornán vesz részt a lovag karaktered, akkor könnyedén el tudsz rajta indulni. A következő képzettséged az nem más, mint a hadvezetés, ezt első fokon ismeri a lovag karaktered. Mire is képes ez? Hát, ha nagyon-nagyon lebutítom, akkor igazából magadon kívül még maximum 10 embernek tudsz kiadni parancsokat, tehát ha azt nézzük, akkor végülis, hogyha van mondjuk egy háborús környezet, és mondjuk ott vagy lovakként, akkor te 10 ilyen kis katonát kapsz magad mellé, mert azokat el tud irányítani, és nagyjából tudod őket, tudsz nekik parancsokat adni, hogy milyen alakzatot vegyenek föl, hogyan álljanak, mit csináljanak, támadjanak, védekezzenek, visszavonuljanak, stb. De első fokon igazából még csak tanulgatod ezt a dolgokat, de nagyjából már ennyit azért tudsz. A következő képzettséged az udvari etikett, vagy intrika a második fokon. Ezzel gyakorlatilag átlátod a saját rendedet, illetve más klánoknak esetlegesen így a hierarchiáját, vagy hogy ki milyen szinten van, mármint úgy szinten, hogy milyen rangban van, hogy hogyan kell hozzájuk hozzászólni, illetve hasonlók. És hogy második fokon igazából, hogyha egy udvarba elkerülsz mondjuk egy királyhoz, és mondjuk egy bálon vagy, akkor nagyjából már tudod, hogy hogyan kell viselkedni, hogyan kell hozzájuk szólni. Persze, hogyha megdobod a tulajdonságodat hozzá, hogy esetleg nem sikerül ez a tulajdonság, akkor maximum annyit vétesz, hogy esetleg a királynőnek azt mondod, hogy hölgyem. Nos, a következő képzettség az írás-olvasás második fokon. Most itt föltetnétek a kérdést, igen, hogy miért az emberek alapból nem tudnak írni-olvasni. Nem, az emberek alapból nem tudnak írni-olvasni. Középkori fantasyről beszélünk, tehát középkorban nem mindenki tudott olvasni, illetve írni se. Ez ugye a világi személyeknek, vagy ugye a papoknak, lovagoknak, és ugye nemeseknek a kiváltsága volt, és mivel te is egy ilyen személy vagy lovakként, ezért te tudsz alapból írni-olvasni második fokon. Ami mit takar, ez azt jelenti, hogy most már tudsz folyékonyan olvasni, illetve az írásaid igazából olyan gyermekszerű írások. Tehát ha azt nézzük, akkor a mai világunkra lebutítva nagyjából a 7-8-9 éves kisgyerekek írás szintjén tudsz te is írni. Az utolsó képzettség pedig nem más, mint a történelem ismeret, ezt második fokon tudja a karakter. Hát ez nagyjából röviden annyit takar, hogy a saját országodat, illetve a saját kultúrádat, tehát saját régiódnak úgymond a történelmét, azt most már úgy nagyjából tudod. Tehát, hogyha ezt egy kicsit le kellene butítanom, akkor második fok az nagyjából annyit takar, hogy mondjuk Magyarországnak a történelmét azt tudod, de azon belül azért nem minden. Tehát vannak azért homályos foltok, azért nem tudod, hogy ki hogyan merre, hogy melyik Béla, melyik András, hogyan mi merre. Hallottál róluk, tudod igen az Árpád-házi királyokat, de hogy ki mikor, merre, az még annyira nem okés. Nos, srácok, lányok, akkor megvannak ugye a képzettségeink, akkor most még gyorsan ugorjunk a felszerelésre. Tehát ugye 2 darab felszerelés van, ami saját felszerelés, tehát igazából a lovak kasztotból adódóan ugye megkapsz. Ezért én úgy vagyok vele, hogy a félvértezetet és az alabárdot választottam ennek a karakternek. Természetesen, hogyha nektek ez nem tetszik, akkor nyugodtan választhatok más vértet, választhatok más fegyvert, illetve hogyha van elég képzettségpontotok, akkor vegyetek fel pajzshasználatot, és akkor pajzsot is lehet esetlegesen használni. De én úgy vagyok vele, hogy szerintem fölösleges, mert hogyha a vértviseletet már felhúztuk, és van egy jó vértünk, és van 8 esefénk, akkor hova kell a pajzs? Igazából annyira nem szükséges. Na de akkor vissza akkor a harcértékekhez, és az életerő pontokhoz, és a többiekhez. Tehát ugye, mint mondottam, a vértnek ugye van mozgásgátló tényezője, amit ugye le kell vonnunk a gyorságunkból, ügyességünkből, és az állóképességünkből is. Ezért gyorsan ugorjunk a fájdalompontokra, tehát mivel az állóképességünk egyel csökkent, ezért a fájdalompontjaink is egyel csökkentek, mindaddig ugye csökkennek egyel, ameddig ezt a vértet hordjuk, amint levettük a vértet, természetesen visszakapjuk az egyetlen egy fájdalompontot. De alap esetben ugye annyi van, tehát hogy 32-es fájdalompontunk van alapból, de hogyha vértet hordjuk, akkor csak 31 van. Illetve,
Ha nem hordjuk a vécét, akkor annyi kezdeményezünk, támadunk, védünk és célzó értékünk van, amennyi ugye alapból van. Viszont hogyha felvesszük, akkor mínusz egyet kapunk a kezdeményezőnkre, mínusz kettőt kapunk a támadó értékünkre, mínusz kettőt kapunk a védekező értékünkre, és mínusz egyet kapnánk a célzó értékünkre, de hát a célzó érték az lovag szempontjából szerintem egy kicsit elhanyagolható dolog. De arra is ugye emlékezzünk vissza, hogy mivel megnövekedett az erőnk, 15-ről 16-osra növekedett, mert ugye a vért viseltet ugye felvettük, és plusz egyet ugye adott az erőnkhöz, ezért a támadó értékünk plusz egyel viszont növekszik, úgyhogy ha összeadjuk itt a dolgokat jobbra-balra, előre-hátra, akkor végülis úgy jön ki az egész, hogy alapból, ha nem hordod a vértet, akkor 52-es a támadó értéket, viszont hogyha hordod, akkor csak 50-es a támadó értéket. És ugye még nincsen hozzá adva az alabárdunk is, úgyhogy ezt még gyorsan adjuk akkor az hozzá. Tehát minden egyes fegyvernek van alap kezdeményező, támadó és védő értéke is, de mivel nekünk harmadik fokon van meg ez az alabárd, úgyhogy az alabárdunk kap plusz 2 kezdeményezőt, plusz 5 támadót, plusz 5 védő értéket is. Bónuszba. És nézzük az alabárnak az alapértékeit. Alapból van neki egy 10-es kezdeményezője, 15-ös támadó értéke, 15-ös védő értéke. Hogyha ezeket még így összeadjuk, akkor 12-es kezdeményező, 20-as támadó, 20-as védő érték, és erre még jön rá az alapértékeid. Úgyhogy összesítésben kijön az, hogy 39-es a kezdeményező értéked alabárdal, 70-es a támadó értéked, és 113-as a védő értéked. És akkor nézzük még utoljára a sebzéseket, hogyha te pusztaököllel mész valaki ellen, akkor egy hatoldalú klocka plusz egy sebzés kapsz. Miért kapsz plusz egy sebzést? Azért, mert az erőd 16-osra felment, és mivel 16-os az erőd, ezért az minden egyes erőpont, ami 15 fölött van, az plusz egy sebzést ad. 16-oson plusz 1, 17 plusz 2, 18 plusz 3, és így szépen tovább egészen 20-ig. Szóval nekünk 16-os erőnk van, ezért plusz egy sebzést kapunk ingyen és bérmentve, bármilyen támadás is hajtunk végre. Szóval alapból, hogyha ököllel mész valaki ellen, vagy hát ugye az ököllet használod, akkor egy 6 oldalú kocka plusz 1. Viszont, hogyha az alapbárdodat használod, akkor 5 darab 6 oldalú kockával támadsz plusz 1. Úgyhogy ebből is látszik, hogy igen, egy masszív, robosztus, páncélos lovagot hoztunk létre, aki igaz, hogy lomha, igaz, hogy úgymond kicsit könnyen el lehet találni, hatalmas nagy sebzés felfogó értékkel rendelkezik, hatalmas nagy életerővel és fájdalompontokkal rendelkezik, és igaz, hogy lassú azzal az alabárdal, de neki csak egyszer kell téged eltalálni, és te a földön maradsz. Nos, srácok, lányok, hölgyek, urak, akkor ennyi lett volna ez az első szintű UTK-s mágus lovag karakternek a bemutatója, létrehozása. Hát próbáltam itt is egy kicsit pörgős lenni, próbáltam mindenre kitérni, lehet, hogy egy kicsit össze-vissza volt, vagy kicsit össze-vissza ugrálgattam benne, akkor elnézéseteket kérem. Majd azért megpróbálom úgy összevágni, hogy nektek is jó legyen. Remélem, hogy élveztétek, remélem, hogy kedvet kaptatok a lovak karakterhez, és most is elmondanám, hogy ha valakinek nem tetszik valamelyik része, azt nyugodtan ott változtatja meg, ahol akarja. Illetve, hogyha van valami kérdés, kérésetek, akkor kommentben nyugodtan írjátok le, vagy Discordon, vagy bárhol máshol keressetek meg, és akkor segítek ennek a karakternek a kibontásában. De úgy vagyok vele, hogy szerintem ez egy első szintű karakter, és egy kezdőjátékosnak is teljes mértékben jó, aki meg szeretné ismerni a lovak karaktert első szinten. Eléggé masszív, tehát tényleg azt kell csinálnod vele harcban is, hogy előreállsz, és téged hadüssenek, és igazából neked csak egyszer kell valakit eltalálni, de akkor annak annyi. Illetve, mivel világi személy is vagy, ezért gyakorlatilag az udvarban is meg tudod állni a helyedet. Úgyhogy nagyjából röviden, tömören így ennyi. Úgyhogy srácok, lányok, hölgyek, urak, én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Szolyó voltam, legyetek jók, igyatok sok vizet, vigyázzatok magatokra és egymásra, remélem, hogy kipróbáljátok ezt a karaktert, és remélem, hogy tudtam valamit segíteni. És majd a következő epizódban, vagy következő részben, hát meglátjuk majd, hogy melyik karakterrel fogunk foglalkozni. Úgyhogy Szolyó voltam, sziasztok, és jó játékot!